Üdvözlök mindenkit! Ez a stathealth.hu pszichológia szakos hallgatóknak szóló előadás sorozata, ahol ebben a blogban a statisztikai elméleti alapfogalmakkal fogunk megismerkedni. Először is meg kell beszélnünk azt, hogy miért van egyáltalán szükség statisztikai eljárásokra, miért nem lehet következtetéseket közvetlenül a minta adataiból levonni, és ahhoz, hogy ezt a kérdést meg tudjuk válaszolni, először meg kell ismerkednünk a populáció és a minta fogalmával, valamint át kell beszélnünk azt, hogy mi a kettő között a különbség. Miközben ezt a kérdést átbeszéljük, arra is rá fogunk jönni, hogy miért van az, hogy bármilyen következtetést, amit a minta adataiból le tudunk vonni, azt csak valamilyen valószínűséggel fogjuk tudni a populációra igaznak tekinteni. Legyen akármilyen egyszerű a kutatói kérdésünk. Lehet, hogy csak annyit kérdezünk, hogy van-e különbség férfiak és nők magassága között. Ezeket a kutatói kérdéseket, ezeket mindig a populációra szeretnénk vonatkoztatni. A populáció tartalmazza a világ összes valamilyen tulajdonsággal rendelkező egyedét. Tehát a mi kutatói kérdésünkben populációt alkot a világ összes férfia és a világ összes nője, és őket szeretnénk majd összehasonlítani egymással. Egy populációnak azért nem feltétlenül kell ilyen eszméletlenül nagyméretűnek lennie, hogy tartalmazza a világ összes férfiát és nőjét. Populációt alkot a világ összes rózsaszínszőrű háromlábú pincsi kutyája is, ez egy viszonylag kisméretű populáció, de a világ összes ilyen tulajdonságokkal rendelkező kutyáját tartalmazni fogja. A populációval az az egyetlen probléma, hogy a legtöbb esetben olyan eszméletlenül nagy, hogy nem vagyunk képesek azt lemérni. Nem vagyok képes megmérni egy kutatásban a világ összes férfiát és nőjét. Vagy mert tényleg olyan nagy méretű a populáció, vagy nem feltétlen elérhető számomra minden tagja. Éppen ezért a populációból választunk egy számunkra kezelhető méretű mintát, na ez lesz az a 30 férfi és 30 nő, akit kiválasztunk, és az ő tulajdonságaikat fogjuk csak lemérni. Tehát lemérjük a 30 férfi magasságát, a 30 nő magasságát, kiszámoljuk a minta átlagokat, megtudjuk azt, hogy a mintánkban a 30 férfi átlagosan 172 cm magas, a nők pedig 164 cm magasak, és a minta tulajdonságaiból fogunk visszakövetkeztetni a populációra. Ebből rögtön látszik az is, hogy mi ezzel az egésszel a probléma. A kérdéseink azok a populációra vonatkoznak. A populációból választunk egy mintát, a méréseket a mintán fogjuk elvégezni, és a mintának a tulajdonságaiból fogunk visszakövetkeztetni a populációra. Ez az egész csak akkor működik, hogyha a minta jól reprezentálja a populációt. Ezt azonban nem vagyunk képesek feltétlenül biztosítani.